Ez egy kicsit fontosabb. Hát de most már kivetted a vizéből. Azt mondtad, hogy elmész, csinálsz, vagy eszel egy szendvicset. Hát jó, csak rájöttem, hogy közben lejárt a mosás. Hát de csak vedd ki, nem kell egyből kiteregetni. Oda kell állni közel, és akkor abba hagyja. Hát csak reaperek vagyunk, és jönnek ránk. Is. Ki? Hát nem tudom, nem kérdeztem. Nem jön ránk senki. Van balra tőlünk egy hajó. Az nem vagy ránk. Felfel. Segge van felénk. A tőlünk balra lévő hajó az így megállt. Mit csinálsz? Felrobbantottam egy keget. Ja. Ja, tőlünk balra lévő hajó az áll, és szerintem azt várja, hogy elkezdjük. Mert nem látom a horizonton, és mellettünk arra fele kövek vannak. Ja, de már csak ők vannak. A Maria hova ment? Kajáért. Te előtt, te dobtál el valami tüzeset? Mit csinálsz? Felrobbantom a kegeket, ami a hajó fele van. Erről meghaltam. Átnézem a hajó, vagy a szigetet, hogy van olyan különleges kenomból. Na itt vagyok, bocsánat, csak egy hatalmas egy pók volt a falon, azt is le kellett szedni. Halljátok, srácok, mi volt ez a sok blurb? Undorító! Visszajött a Marian? Igen. Igen. Jó, akkor még befejezem gyorsan a teregetést. Pár dolog van csak. Na, megérkeztünk a fofhoz. Ha? Jó. Queen Barbara is back. Ez az DJ Balu is back with the top hits. A blurbökkel, igen. Miri lábak. Jaj, ne, látszottam ebből a kiskatyából, kint van az egész seggem, úgyhogy az remélem nem látszódott. Eskü, imádnám Csocsót, ha nem random készszámot vett volna meg, aztán azt mondja saját. Hát, akkor nem ez is egy marketing fogás volt. Hát biztos vagyok benne, hogy tudta, hogy ki fog derülni.
Sok munka miatt nem tudtam itt lenni, de most is csak lörkölök, de a vodokat visszanézem. Jól van, Reki, köszönöm szépen. Értékelem azt is, hogy ha tudsz, akkor jössz. De leveszem a webkamerát, amíg eszem. Jó. Elkezdted, Levi? Aha, már Babi elkezdte az előbb, csak meghalt. És meg ellen teregetni. Jól hallottam, hogy valaki várja, hogy végezzünk a foffal. Szerintem aha, igen. Nyama-nyama, vrep-vrep. Noob-maresz. Mi? Nem, mint a nézte volna bárki. Búbmaris. Legmaris. Ez jó vagy? Meg itt vannak? Megint szkeletlenek? Lent voltak, de felrobbant a tömege. Amúgy nagyon nyugis szeron vagyunk. Még senki nem jött ránk. Szerintem már csak az az egy hajó van rajtunk kívül. Az az egy emisszeri, nem? Ó, itt van a... Na de jó, ezt is meg tudom nektek akkor mutatni. Itt van a zipline. És ez csak fentről működik, gondolom. Hol? Ó. Oh. Sziget közepén ja, végig megy. És a Monkey Island-es toltélben elvileg van, de én azt nem csináltam meg, szóval ezért nem láttam. Aha. Ó, és kaptam egy achievementet, király. Ó, fel tudsz tenni, Léci. Köszi. Olyan volt, mint hogyha a levegőben lenne a dobókésed. Szia, Ádám, mi újság, hogy vagy? Nyomod még a Skull and Bones-t? Na, itt vagyok. Na, erre? Nincs hammom. Ja. Mit eszel, Marcsa picsa? Tessék! Marcsú picsú inkább, azt így mondom. Jújjúj. Pics. Elnézést, élőadásban picsázott le a legjobb barátom. Marcsa picsa. Amúgy Mekit rendelt a Klau még korábban stream előtt, és akkor nem voltam éhes, szóval most eszem meg. És te milyen szenyát? Ja, izé. Mondom. Jaj, rántott csirkés, enyhén fűszeret rántott csirke mellel, majonézzel és alommal is alátával. Pikáns? Az az a tiéd kedvence. Ez nem benzinkutas egyébként, hanem Tesco-s. Ja. Levi azt mondta, hogy benzinkutas. Igen, mert ugye úgy néz ki, meg hasonlít azért. Úgy néz ki, meg olyan íze van. Amúgy nem, szerintem, de végül is mondhatjuk, hogyha szeretnénk. Hát ami a Tesco-s, az jobb, szerintem. Nem annyira száraz. Itt van a... Parhet Mester is my fave. Ó, van itt... Jó. Oh! Ez... Valaki fel tud szedni? Lent vagyok a vízbe. Nem. Jövök. Köszi kecske. Kiklipelt a marcsa picsát, most már örökre megvan az utókornak. Bocsi, nem direkt, nem csúnyából mondtam. Tudom. Olyan vagyok, mint egy gyerek. Nem csúnyából mondtam. Ezek a dobókéseitek nagyon viccesek.
Neked nem tetszik a dobok, és amúgy nem fogod használni? Nem. Jó, felrobbantom őket, de akkor légy szüper. Van keg. Aha. Felszednek a... Köszönöm, Mancsi, feltettem a hosszabbítót az asztalra. Igen? Mhm. Ilyen ügyes voltál? Igen, ma amikor takarítottam, akkor felraktam. Á, lent vannak keggel. Igen, ez így jó ötlet volt. Ó. Kevivév. Itt vannak ezek is, és ezek is kegesek, csak várjunk egy kicsit. Oké, akkor ne várjunk egy percet se. De meghalt minden. Na. Basz meg! És egy van még. Mhm. Most elvileg nincs több. Nincs itt ilyen fajta izé. Itt vannak fent. Micsoda flörtölések vannak itt alfenesz. Na, mi történik? Azt írta, hogy Barbie-tól minden cuki. Jaj! Jaj! Az ő hasát nem akarod puszilgatni? Tessék? Mostában alfenesz mindig azt írja, puszi a pocitra, meg ilyenek. Júj, ne! És mindig mondom neki, hogy nem! És azért is sírja. Azt mondja, akarhatom! Ez egy ilyen... Nem bír magában. 100 éves mondás. Ez a ti koratokban, amikor fiatalok voltak, menő volt. Hopp! Mi az? Találtál őszét? Mi van? Vedd el! Csak ne dobd el! Mi a fuck ez? Talált izét. Bone collar. Ú, azt majd a hajón próbáljuk ki, ezt rakjátok el. Igen. Jó, ki is viszem. Hát nem kell kivinni, csak ne dobd el. De azért viszem el, mert hogyha a kezemben van, akkor véletlen eldobom. Mondom, hogy a hajóra. Jó, akkor menj ki a hajóra. Idegbeteg. Na. Tök jó, mert most már csak kettő dolog van, amit nem tudtunk nektek megmutatni, és újdonság, és ez az egyik. Hát csak ennek az effektjét annyira nem fogják látni, hogy átdobjuk másnak a hajóreára akkor. Nem, hát úgy kéne, hogy átmegyünk másnak a hajójára, és ott kézből. Uh-huh. Az vicces lennem. utána spawnolt a keg, tehát... ez most mi volt? Na, valaki? Tudom, mi volt. Engem is felrobbant egy keg? Ott van még egy mellettünk, szóval el. Köszönöm! Nem, azt nekem azt mutatja, hogy csak állsz mellettem, köszi. Lent vannak. Amúgy nekem is csak azt mutatta. Én csak tudom hova tenni, mi ez a mondás. Te nem ismered Csenge? Egy puszi a pocidra? Sőt, hát, a mi időnkben... a nunjakudra. Nem, a mi időnkben az volt, hogy... puszi a pocidra, meg egy kicsit lejjebb. És az Ati meg a Klau úgy ismeri ezt, hogy egy arasszal lejjebb. Hogy egy micsoda? Egy arasszal lejjebb. Puszi a pocidra, és egy arasszal lejjebb. Én ezt nem ismertem. Mi a franc? Na ez már extra 100 éves. Hadd meg, melyik gombbal kell? Azt mondja Bence, fúj, mire jövök vissza? Nem. Kinek mekkora az arasz, igen. Mancsi, mindig berohansz elé. Ne haragudj, de nekem például nem is mutatja, hogy így öntöd, vagy hogy így semmit tudod. Viszonylag kaljóra megnézem, hogy hol van ez a misztérium. Igen, nagyon csendes. Abszolút ez.
Port Merriken van, hogyha eddig ez a hajó egy... Amiről beszéltetek, az egy emisszeri volt? Igen. Igen. Illetve van egy egyes Reaper. A Barnacle Cay-ről olyan, mintha ide jönne. Erre fele vette az irányt, de messze van amúgy. Most ezzel mit csinálja? Hát semmit, be kell ide jönni, és akkor végtelen ammóval folyamatosan. Ide tudod, innen tudod majd harpoonozni? Nézem mindjárt. Mhm. Most igaz araszokról beszéltek? Nem mindegy, hogy kis vagy nagy arasz. Hova tetted a cuccost? Oda lentre a kis tégszerűségre. Hova? Bazz! Beszorultam! Oh my god, hogy néznek ki ezek? Ide, Mancsi. Haj. Csak kajám. Kajám! Hova rakta a levjeizét? Konkrétan oda. Ide? Mhm. Uh-huh. Nagyon a boss. Oh my god. Feszedlek. Feláldozom magam. Fel tudom szedni? Amúgy nem tudlak. Amúgy húzzuk ki lentre, és akkor megvalam úgy, ahogy régen. Kókó, szia, nagyon szépen köszönöm a 7. hónapot. Köszönöm szépen ezt a hosszú támogatási időt. Mi újság, Kókusz, hogy vagy? Tökéletes, egyáltalán nem szexuális töltető témára érkeztél. Megnézem a térképet. Aha, fix, hogy ide jön. Vagy mit? Igen, szerintem ide jönnek. Már most ide jönnek? Aha, még van időnk, de ide fognak jönni. Ki kell rájuk úszni többbe. Lehúztad a boszt? Hát jön, szép lassan. Van mellett egy keg valahol. Kenonnal lőjük? Vagy nem, karddal, tudod, ez a... Az, hogy így... Így. Csinálom kaja. Ne, meghalok! A rohadás. Nyomja, offereljek? Aha. Hol van? Húzd már ki ide, mancs, mert akkor én meglövöm kanonnal. Na, ja, most ijátnunk kell. Jó, húzom. Ide, gyere. A hajót ne csesz a szél. Nem fogja. Maradj itt, mert oda megy, ahol vagy. Hát itt állok. Most még a kezekről van szó, chat. Látom. Az a baj, hogy kipakolni, mert tudni nem lesz időnk, még ha meg is öljük.
Nekem azt mutatja, hogy csak elsz egy helyben levit. Mancsi, a fát lövöd amúgy. Észrevettem, arra. Háromszor lőttem a fát. Úristen, ez egy blur volt, mi a fasz? Aha, egyre közelebb van. Jaj, ki kell fújnom az orrom. Ránk támadnom rád. Hát már túl sok damage-et töltél bele. Most bocsi, Heki, nem tudom, majd utána. Megrepettek a zárbócok valaki, hiperelje. Csinálom, csak legyen, akkor csináld, Mari. Már túl közel van. Mitől hánya? Úristen! Ja, rám volt agrózva, úgyhogy... Húzzuk ki ilyen. És akkor húzd feljebb, és akkor én meg... De most esik le. Hát de ilyenkor úgyis annyi idő alatt kell, szóval ilyenkor mindegy. Igen, mert csak a damage mértékétől áll fel. Szerintem időtől, nem? Oh. Oh, bocsi. Oh. Hát van ez. Hát na most vigyázzatok nagyon. Meghalt. Meghalt? Előtt még széttöri a hajót. De nem lőttünk bele. De én lőttem. Jó, oké, és gyorsan beszéljük meg, hogy mit csináljunk, mert ezek most fognak ideérni, szóval nem hinném, hogy ki kéne nyitni. Hanem fogjuk menjünk meg. A sziget körül, fogjuk meg a kulcsot. Hol vannak? Még nem látom őket a horizonton, csak a térképen látom, hogy közel vannak. Fogjuk meg a kulcsot mindenképpen. Itt van. És menjünk a sziget körül, és akkor így le kell őket bumbumozni. Jó, akkor itt van a hajón, a jó, akkor indulok. Uh-huh. Megvan a kulja? Okay. Jó. Lesz azt a mondom. Hol a bone color? Az legyen nálad, Marian? Majd áthozott te? Megpróbálnám, aha, megmutatni a chatnek, ja. Streamnek. Akkor vedd magadhoz, és akkor megpróbáljuk le dönteni a zárbócokat, és csak itt szépen lazán a sziget körül menjünk, ne nagyon elfele. Amúgy nagyon jól néz ki ez a bone color. Nagyon. Ez így nem jó. Repairelem a kormányt. Oké, okay, szóval ez a bone color, nektek mondom, chat, hogy ez egy új bomba itt a játékban, de szerintem már mondtam amúgy a stream elején is, hogy hogyha rálőjük a sloop. Jó, hajóra. Sziget körül, forduljatok vissza teljesen jobbra. Jó. Szóval, hogyha rálőjük a hajóra, akkor az enemy hajón megjelenik pár darab csontváz, ami elkezd, hát mindenkit támadni, szóval minket is támad. Ez az action. Ez még van kajám. De már csak sült krumpli. Jó, és akkor most mi a terv? Most csak körözünk? Tép lassan. Igen, jó. Körözünk a sziget körül. Nagyon lassítsatok le, és csak menjünk így körbe-körbe. De harcolunk, nem? Vagy mi a harcolunk, cél? Persze, csak hát az, hogy én az ágyukról lelövöm őket majd. Ja, jó. Kilőttek egy embert, aha. Ők látják, hogy nálunk van a kulcs térképen, nem? Igen, hát amúgy is nem igen, szabad Ripper. Elveszítened az embert. Kicsit húzzátok fejebb a izét. Jó, jól sem megyünk? Igen, húzzátok fejebb a... Fejebb huszemben. Mind a kettőn kilőtték magukat? Nem vagy tudom, láttam mermaidet, de visszajött. Ez egy sloop?
Igen. Igen, azt mondtam is, hogy zoom. Bocsánat, hallottam. Eltalálod őket? Elfogom. Mi a fasz? Újraindult a wave, vagy mi? Mi volt valami hang? Mert nekem ki van kapcsolva a zene. Igen. Olyan baj. Oh! Rájuk ment egy Galleon skeleton, és akkor menjünk rájuk gyorsan. Rájuk mehetünk, meg ki akarom ezt a bonkollert is próbálni rajtuk. Ha át tudok menni. Akkor, menjünk rájuk? Levi. Igen. Igen. Nyomod. Hozok kaját. Ja, azt én is. Gyerek, vigyázz, mert ott volt, ahol én jöttem. Ott lenne a hajótok mellett a srác. Aha, látom, látom. Fölmegy, ő is most onnan akar lőni minket. Jó, én megyek utána, Marian. Jó, de akkor egyedül vok. Olyan, nem lenne senki a hajóján. Eltalál minket. Eltaláltam ezt. Nagyon jól lő. Mert ketten vannak, tényleg nincs senki a hajójukon. Kell segítség. Leugrik. Valaki visszajön? Én jövök. Mennek vissza a hajójukra az egyik. Jó. Másik megöltem. Van. Megöltem az egyiket. Okay. Nice. Le kell húznia, vagy le van húzva? Miért megyünk ilyen kurva lassan? Hajójuk az hol van? Teljesen elment, mint hogyha nem is... Hát igen, mert nem volt rajta senki más. Csak beállították egy irányba és elengedték, de... Amúgy most, amíg el vannak foglalva az elegalle, onnan nem kell visszamenni. Mert most, hogyha itt el kellünk fájtalni... Jó, én ide jöttek a szigetre, ha ez a... Izé... Most szerintem... harcolnak a Galleonnal. Szerintem simán el ki tudjuk hozni, és... Szerintem is. Jó, akkor próbáljuk azt. De én odaúszhatok kipróbálni ezt az izét? Levi, te vissza tudod egyedül vinni a hajót? Hát vissza tudom, de kérdés, hogy fel tudsz menni? Kilövöm magam, most elég közel vagyunk viszonylag. Magasabbra kellett volna. Mindig is az az ember voltam, aki csak egy kaját tehetne, érte végig, az a sült krumpli lenne? Vagy a krumpli, ja, a sima krumpli, az sok fajtaképpen el lehet készíteni, az jó benne. Ezek lehet, hogy elmennek teljesen, de lehet, hogy csak ripérelni húzták el a hajójukat. Nem akarom feladni, mert meg akarom nézni, hogy ez hogy néz ki. Ez a bonkolleres történet. Szerintem nem fogják feladni, csak elmennek ripérelni. Hova fogsz állni? Nem tudom. Fordulj meg. Á, nem fordulom meg, ezek elmennek. Úgyhogy visszajövök. Van egy Athéna tornádó jobbra. Jóci! Szia! Azt mondja, szia Maris és Roxy. Egy pillanatig nem tudtam, hogy mi van. Hol a kulcs? A questébe. Ja. Igen, azért is, mert sokféleképpen lehet tenni, meg amúgy is a sült krumpli a legjobb dolog a világon. Amúgy tényleg jó. Én is olyan szeretem. Mondjuk sokszor már megcsomolok tőle, és inkább rizst kívánok. Elrégettem rizst. Oh, yeah! Most ez megint a fofnál van, ez a láda? Én felhozok egy izét. Mit? Egy
kis chestet, és akkor abba a kis dolgokat pakolom, mert ez durva mindig a fof. Amúgy nem kéne bedobni ide egy gránátot, hogy a kegeket felrobbantsuk, hogy még véletlenül se. Figyelj, de Maria, majd mindjárt mondja. Én el akarom vinni. Nem, bedobom. Csak vigyázz, mert ez kurán élet robban, szerintem még én is meghalok itt. Dobom. Jó. Három, hát. Kettő, egy. Ó, ez jó, oh. Sikerültem. Wow! Azt a kurva! Letrepültem. A heki, az édes burgonya nem jó. Ó, jaj, Ahmed. Az annyira rossz. Itt volt előttem egy Ahmed nevezető ember, akkor csak ők lehetnek, nem? Azt mondta Levi, hogy szerint a csak ők vannak. Nem, de most van egy Athénás tornádó is mellettünk, az most jelent meg. Azt szóval. Szerintem egy hajós event, szívem. Milyen Athéna? Hajós event? Van egy hajós event, aminek így néz ki a izéje. Igen. Hajós event? Flameheart, ez az új Flameheart ja. Event. De nem vagy jó, hogy lehet ilyet mondani? Na jó, amúgy ettem már jót. De ritka. Ja, de izé, hát hülyék vagyunk, hát Port American is volt egy emisszeri, ami most elkezdett rámenni az egyes Reaperre, aki még mindig harcol. A csonti hajóval. Nem húzott? Ja, pont ezt akartam kérdezni. Egész szép lootot szedtünk ma össze amúgy. Nincs most semmi, várja. Ne. Sorry. Vissza tudsz sétálni, Mancsi. Mi? Hát, hogyha behárpun, az véletlen. Nem, az izét szedtek-e kezemből a ládát. Ládával amúgy lehet sétálni? Nem tudom. Próbáld ki. Kipróbálom. Nincs a kezemben. Hol van? Isten, ez mi? Már hetefét országon túl. A hátamra rakja. Nézzétek a hátamon. Jó. De jó. Aha. Úgyhogy akkor visszahozom neked a chestedet, Barbie. Hol van? Az Ancient Chest-tel pakolsz, nem? Igen, de hol van? Hát a hajóra húztam, ugye? És egy a rópon keresztül visszahozom neked. Ja, hogy visszahozod? Azt hittem már visszahoztad. Nem. Most hozom. De na, most írod a sloop a másik sloophoz. Tessék. Köszi. Ez kurva jó. Nekem tetszenek nagyon ezek az új tárgyak, kivéve az a fegyó. Meg még erre a bombára nagyon kíváncsi vagyok, ma még mindenképpen ezt megnézzük, hogy milyen. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi szkeletont idéz oda, de szerintem ilyen négyet. Ó, tényleg? Akkor jól tippeltem. Elkezdem felhúzni a lootot. Hagyományos krumpli, ízű krumpli, a jó. Az édes krumpli. Ez mi volt? Olyan hang volt, mintha valaki megvágott volna. Ilyenkor mi történik veled, Mancsi? Csak simán leesel? Azt hiszem, hogy te most alóla kihúztad a rópot? Igen. Kíváncsi voltam, hogy ilyenkor ide húzza hozzám, mert rajta van, vagy csak konkrétan így eltűnik az a... De gorosz. Kiástuk a dolgokat? Van. Vagy nincs első? Kiástott egy pár cucca. Azt a kutya mindenit. Igen, kiástam minden. Ügyes vagy.
Itt valami van még. Menjünk el eladni, mert van nálunk ilyen ideges láda. Jó. Amúgy ez nem igaz, kecske, hogy sose ropog az édes krumpli, de amúgy no, tény, de hogy nehéz megcsinálni. Én ettem egyszer egy nagyon ropogós, nagyon finom édesburgonyát, amit a Bamba marhában rendeltünk, az egy videóban is volt, de amúgy az volt az egyetlen édes sült krumpli, ami finom volt, jó volt. Most akkor oda megyünk hozzájuk, hogy megnézzük a bónkallert? Nem. Nem, adjunk el, és majd utána, nem? Merre van a hát Reaper? De most parcolnak egymással. Pont az ellenkező irányba van a Reaper szerintem. South fele van a Reaper, lefele, de ők meg egymást lövik most. Jól van szíven, de ha elsüllyedünk, akkor mindent elveszítünk. Hát, de jó, de hát úgyse. Na merre menjek, mondjátok? Sea of Thieves-ezünk egész nap. Fele. Eladni, na. Nem üt eszembe. Akkor balra. Adjunk el, és majd utána rámegyünk bárkire ezzel a vizével. Jó, hát nem tudom balra húzni, mert vihar van. A ketteseknél konkrétan nincsen semmi, mert azok azért jöttek volna ránk, hogy elsüllyesztenek. Lehet, hogy ez crash lesz most. Jó, nem baj. Túl tökös. Amúgy igen. Tök íze van. Elég. Mehetsz lefele. Lefele? Köszi. Hát vagy egyenesen. Igen, tényleg tök íze van. Hasonló. Réka. Van egy kettes Reaper. Itt kicsit hát, segjünk be. De már mind még egy? Már hárman vagyunk? Nem, ez egy ilyen... Hát akik... Nem tudom. Akik hát ők elsüllyesztették egymást. Az Reaper volt, aki ránk jött, Barbie. Ő volt az. Na, akkor ő. Az emisszeri volt, aki ránk jött szerintem, és nem. A Reaper ment utána rájuk, nem? Fordítva. Nem. Ugye végignéztem, hogy jön ránk az egyes Reaper. Azok a Leones player? Nem. Úgy tűnik. Skeleton. Vagy telibe előttünk van egy hajó, de nem tudom, hogy azt látjuk-e. Olyan, mintha rendes player Galleon lenne. Nem, az a Skeleton hajó, így nem most látom. Viszont a kövön túl az outposton meg van egy player Galleon. Ilyen kövön túl. Tök rossz, hogy ekkora az esés ennek a throwing knife-nak, nagyon rövid ideig megy el. Itt egy hajó elsüllyedt, vagy kilépett. Vannak berőlök, de csak egy lánda van. Köszi Balú a blurpuket. Most kideseltedik. Mi ez a hang? Megaladom. A lila. Cuki vagy, Krisz, köszi! Mm-hmm.
keresem, hát ha megint van itt ilyen izé. Csonti, ami adja a CO koponyán, de nem. Én is jövök már vissza. Most nem fog beállni oda jó helyre, hanem ide állok a stékhez. Sok hajcihő. Hát mondjuk általában megéri. Milyen szavazás? És szereted a sütőtöket, ilyen szavazás van? Hát jó. 56%, igen. Ki nem evett még? Akkor jó lesz így. Na, itt vagyok. Ó, ide jöttünk. Uh-huh. Nem szeretnék leülni, köszönöm. Ez kéne. Igen, amúgy nekem is attól függ, hogy hogy van megsütve, készítve. Azt hittem ez több lesz, csak 15 ezret adott a Legendary Chest, vagy hogy hívják ezt? Mindig annyit ad. Azt hittem, hogy Tripperen sokat ad. Amúgy nem tudom, miért azok ilyen kis chatressz, mert ezt majd nagy ládába kell. Chest of Fortune ad, azt hiszem most már sokat innen. Az igen. 50 ezeret adod. Azt akarom kikeresni és azt eladni. Már eladtam. Ja, jó. 50 volt. 50 volt? Aha. Azt a... Nem is emlékeztem, hogy ez ennyit ad. Elég szép pénzt szereztünk ma, vagy szerzünk ma. Nem tudom, még amúgy... Ja, aha, közben elsüllyedünk, jó. Akartok amúgy még utána játszani, hogyha megnéztük ezt a bonkolőrös dolgot? Vagy ennyi volt? Túl sokat már annyira nem. Jó, hát akkor csak menjünk majd még oda. Ha egyáltalán még lesz ott valaki. Hú, nagyon idegesítő így Briggen ide pakolni. Igen, ez hosszú lesz most. Kisebb kell. Mármint, hogy ugye a sloopon nem tudsz így leülni a hajó orra. És itt meg folyton azt a lehetőséget adja ki nekem. Igen. Ülj le! Nem. Nem! Van egy SM Wind School. Kicsit bánnom, hogy nem odaálltunk. Nem is tudtok oda beállni, csak én. Igen. Kellett volna egy csónak, igen. Amúgy van csónakunk, nem? A Levi hozott. Nincs. Nem azt nem lehetett felrakni a hajóra. Nem adta ki az opciót. What? Why? Nem tudom. Nyert az igen, de amúgy szoros volt, Balú. Kérem a nyereményt. Nem, ez nem az a fajta fogadás szavazás. 53% szereti. Amúgy ez meglepően nagy százalék. De most az a kérdés, hogy oké, okay, hogy szeretik, de választanák a sima sült krumpli helyett? Nem. Hiszem. Én szerintem ez egy teljes meggyőződés, hogy mindenki csak azért választja az édesburgonyát, mert egészségesebb, amúgy maguktól mindenki, magától mindenki szerintem a sima sült krumpli tenni. Lehet, bár az Ati kifejezetten tényleg nagyon szereti az édesburgonyát,
a megsütve. De az Atti azért kezdte el azt tenni, mert hogy egészségesebb, tehát évek óta csak azt teszi nyilván. Ja. Azt mondja, hogy azt jobban szereti. Azt mondja. Meg láttam, jó, ez most már lehet, hogy csak vetítés. Nem szerethető se külön. Azt mondja kecske, hogy Barbie is real. Barbie nagyon real. Ja, gyerekek. Mancsi, elhozod őket idáig? Nem, most azért pakolok így, hogy ne süllyedjenek el, amik pakolunk. Szia, szia, mi újság, hogy vagy? De... Nagy a tökös népség, igen. Én nem azért teszem az édes burgonyát, mert egészséges, hanem mert majonézzel imádom. Na, tessék, valaki rád cáfolt. Hazudik. Minden majonéz. Majonéz mindent megment? Hát ja. Amúgy nagyon jó. Durva házi. Egyszer sem untad meg még a Part Animals-t. Képzeljétek el, házi, amióta kijött a játék, minden egyes nap játszik, és erről beszél folyton, és egyszerűen teljesen függő. Minden nap megcsinálja a napikat. Party Animals? Ja, az az állatos játék, tudom, amivel játszottunk egyszer-kétszer, hogy így egymást kell kidobni a pályákról, meg kiütni. Azt a mindenit, azzal ennyit játszik. Ja, engem is meglepett. Ez olyan, mint mikor a Fall Guys-szal is így volt nagyon sok ember, hogy napi szinten tolták, mint mondjuk egy MMO-t, hogy megcsinálták a napi questeket, meg minden. Én ezeket a felbaszós játékokat sose tudnám így játszani. Hát ja, csak őt már nem bassza fel, mert profi benne. Ja. Nem is vagyok függő, bármikor le tudnám rakni, de nem akarom. Így volt velünk is, mikor elkezdtünk szíjók képzezni. Jézusom, én olyan játékfüggőséget szerintem még sosem éreztem, halljátok, amikor Sea of Thieves-eztünk. Ugye akkor... Itt van egy hajó! Hol? Levi, rajtunk! Hát... Fenn van a hajón egy ember! Igen. Dobálod a izében? Igen, eltálltam egyszer. Akkor a bonkollert a saját hajónkra? Na, a saját hajónkra, az övékre. Meghalt? Oké, okay, kiúszom. Akkor nem úszom. Megölt. Hát van tapolta. Kiúszhatok rájuk? Menjél. Megyek. Amúgy nem adogatja el a lootunkat? Nem, mert megöltem. Meghalt. Ja. Jó, gyorsan adjuk el, vagy valamit csináljunk. Menjetek rájuk, én addig... Jó, én most megyek fel. Elnyomhatom akkor a bonkollert, hogy ti nem látjátok? Nyomjad már! De nyugi, még nem voltam itt. Hát jó, csak meghalunk mind a ketten addig. Oké, okay. itt jönnek elő. Három jött talán elő. És téged ütnek? Nem, na kurvára laggolok, azt rohadt. Nem, a skeletonokat kezdték el ütni. Lődőket, mancsó. Nagyon elfoglalta őket, úgyhogy elég OP. Ó, hát, begyújtottam a szkeletonjainkat. Elindultak. Hallottam egy cápa harapást, úgyhogy szerintem itt lesz az ember. Én engem próbál egy cápa elkapni szerintem. Hú, annyira belaggoltam, ahogy rádobtam, de én úgy láttam, hogy három csontváz jött fel. És ilyen... Lehet, hogy sloopra három jön. Össze-vissza. Hallottátok már azt a jó chestünket? Igen. Aha, mondja a csengés, hogy három volt, és ilyen össze-vissza. Eks. Megöltem. Volt a... Én vagyok. Volt a hajó elejében egy. Mennyit chestom még itt. Itt van. Itt van. Nem talált. De hogy? Megöltem. Mehet. Ezt láttátok, hogy kétszer is eltelt, és nem adta be a hitmarkot?
De hogyan, geci, hogyan laggolok ennyire? Én is olyan laggoltam a hajójukon. Én a hajójukon álltam, és mind a kettőt megöltem. Jó, légy szíves, add el a lootot, ne álljál a hajójukon. Jó, meghaltam. És nem éledek újra. Utána. De mindjárt elsüllyednek, szóval nem fognak visszajönni a lootra, mert már a lépcsőjükön volt a víz, de megütöttem a gyereket 4-szer, és 1-szer sem találtam el. Jó, hát már most jönnek vissza, te biztos, hogy visszajönnek. Nyonyuk, Barbie. Ez laggos játék, ez kemény. De láttad, Mati, hogy 2-szer is, vagy 3-szor is eltelt, most nem adta be a hitmarkot. Jó, segíts felhúzni, légy szíves, nem mielőtt kilövöd magad. Mit? Ankort. Mert... Azért, mert másképp nem... Na, nagyon jó. Dolgozzál, ne áldogálj! Igen, ilyen volt a Barbie. Ilyenkor a Barbie ilyen nagyon feszült magát a mindig. Szigetre. Úgyhogy te szedd ki a hajót szívem, én meg kimegyek Marianhoz. Jó. Nincsen semmilyen ammom. Se a jó, késbe. Jó, itt van. Se semmibe. Itt leszel ahol. Van ammó krét itt? És itt nálam. Thanks. Keresed őt? Nem. Ja, lövöd őket? Uh-huh. Jó. Én adom el akkor a cuccot. Azt fogják csinálni, hogy így fel fogják húzogatni a hajójukra a lootot innen. Jó. Hopp, lehet hallottam. Na, leesett a masztjuk. Szerintem hallottam a... Kimehetnél rájuk. Kiment a gyerek, igen, az egyik. Jaj, nagyon hülye fejem lehet, de nagyon koncentrál. Mint hogyha hallottam okay, volna. Ha, ahogy a hajójuk az érsz, egyből annyira laggolsz, majdnem kifagyott a játékom. Mi van? Az, hát rám lőnek. Azt a kurva barvize, meg jelszett ezzel a sikítása. Ja. Sajnálom, de... Ezt most muszáj. Rám fogja lőni magát? Azt a házi, ezt direkt hagytam ott, mert ezt nem lehet itt eladni, ha erre gondolsz. Ezt kell eladni inkább. Itt van. De megöltem. Mennyire nice. Laggol a gyerek, geci. Én is szarrel laggoltam a hajójukon. Ez most a mi hajónk volt, csak ugye mivel ő ide jött, ezért... Ja. Az egyik gyerek kint lesz a szigeten szerintem, nálad, Marian. Jó. A mi hajónkon van még izé? Loot. Nincs. Minden ott van a szigeten, úgyhogy... Azokat próbáld meg eladogatni, Bordói se hallod. Ki tudjam lőni magam nem a szigeten. Nem tudok, Levi. Izé, riperre le. De még sok van. Megyek a Mariannak segítek, mert ott lesz jó, mind a menj. Kettő. Próbálom az aténásokat eladni, bár ezek nem érnek sok pénzt. Lehet jobban jársz, hogyha ezeket a kicsiket adogatod el, tudod chest-tel. Vazd meg. Ott van. Itt, harcolunk. Lő ágyúval. De ezt nem hiszem el, hogy nem kapom be a hitmarkot. Nem kapom be a hitmarkot. Csak futtasd nyugodtan. Na meghalok, meghaltam. Bent van a hideoutban. Én a vízbe vagyok még konkrétan. Jaj. Nem lehet ilyen laggal játszani. Segíts a te! Én halott én vagyok. A vízbe vagyok. Ne legyetek a vízbe. Jó. Az első most éledek. Kidöntötték. Éledek. Levi a hajójukon van. Jézusom, akkor de légy szígyere vezetni. Okay. Jó. Levi a hajójukon van. Javítom, el van húzva. De gondolom vissza akarunk menni. Uh-huh. De a lootunkat gondolom adják el folyamat. Hát az egyik menti a hajót, a másik gondolom adja el a lootot. Nekem ki kéne mennem Barbie-a, vagy valamelyikünknek a... Én halott vagyok, vegyél.
kimegyek a szigetre a loot miatt. Jó. Menj ki te is, szívem. Aha, itt adj el. Próbáld meg. Na végre kaptam egy hitmarkot, Getsz a játék. Van csak, te is lőtt ki magad nyugodtan. Köszönöm. Megyek. De! Ezt nem szóval. Nem, nagyon laggolnak amúgy ez. Haj már meg! Na végre! Védegesít meg! Vigyázz el, lőd rá ágyúval. Kijött rám? Olyan volt, mint kijött. Meghalt. Nice. Na, most nekik megy egy geci. Szerintem amúgy... csak ezt a kicsi stash vették észre, és a nagyot nem, szóval jók vagyunk. Csak a kicsiből adhattak el szerintem max 3 ládát. Nagyon ott varog, igen. Nagyon rossz, hogy ilyen messze állunk. Nincs több kajám. Én is itt vagyok. De, jó. Fönt van. Azt meg... Leesett? Egyel. Én addig itt állok a sotimmal. Jön fel. Elejtette. Jó, nice, meghalt. Marcsika, te adod el a dolgokat, mert mi életben vagyunk, és minden okés. Jajom. A hajónk az igazából... a hajónk az... Meghaltam, és nekünk jön a saját hajunk, mert szerintem rajta van a másik gyerek. Nem, mert a másik gyerek az meghalt, csak... Nem kérem, hogy elsüllyedjünk, mert azért jó pénz a flagünk is. Jó, meghalt ez. Nice. Vissza tudsz menni a hajóra? Most ment, én most fogok visszaéledni a hajónkra. Én nem megyek vissza, mert... Most ment vissza a Reaper-os, a másik élette hajót, amin vagy. Mi? Azt mondja nekem a halálhajón. Bro, leave us alone. Ezt mondta. Ez hülye? Jó, egy picike lyukunk van amúgy. Bro, leave us alone. Mi chillelünk, babáim. Sírok. No problém, van a hajóval, egy ilyen nagyon mini hull problémánk volt. Gyermekkoromban is olyan régen az utcán árulták sült gesztenyével. Mármint az édesburgonyán? Maga a csoda volt akkoriban mindennek, finom íze volt 50-es, 60-es években. Aaaa, cica mama írta. Aaaa, cica mama, de mi a gesztenyére, hogy a gesztenyen fincsi volt? Azt mondta, hogy a gesztenyével árulták. Gondolom ezt még a sült krumplira, édes burgonyára írta, hogy együtt árulták. Én képzeld, de cica mama, hogy előző karácsonykor, vagy hát decemberben ettem először édes burgonyát, vagy na, gesztenyét. Most ettem először egy fél éve. Meghalt mind a kettő? Azelőtt nem tudom, hogy nem ettem, és isteni volt, nagyon íz lett. Megvagytok? Lőni kéne őket. Azt próbálom, csak nem látok. Baszarás, mennyi loot van, még mindig adom el. Úgy 500 000 kerestünk ma. És hát nem is az, hogy sok, csak ez a táv, amit meg kell tenni, ez annyira hosszú. És nem tudom, miért nem mennek el, mert igazából már gondolhatják, hogy már alig van loot. Szia, Vaszador! Ismét a vízen, így van, gondoltam, hogy ilyen hosszú idő után meglesem, milyen az új season. És az ő hajáján, a hajóján vagyunk. Lőd 1000-rel, ahogy csak tudod, le vannak ankorozva, próbálj az ankorra célozni. A te hajódon vagyunk amúgy, Vaszador. Ezt mondom, igen. Ja, hogy arra mondtad, nem értettem, bocsi. Gesztenye pürét, szereted alfanezni, de én azt pont nem.
Igen, Vassador, te beraktál kettő briget annó, és azért, hogy tiéden vagyunk, mert van most egy ilyen bug, hogy nagyon kevés hajót mutatott, és csak a te brigjeidet mutatta a guildben. Lőd át magad, Mancsi? Az most nem, biztos, hogy nem megyek el. Annyira laggolsz az ő hajójukon, amikor ők is ott vannak, hogy ez borzasztó. De szép püri for life, ennyire szeretitek? Elsüllyedtek. Azt is lejöntöttem egy ájkoszra, és elégedtem, eddig lövögettem őket. Ügyesek vagytok, csícsi. Ja, csak most biztos, hogy kimennek a szigetre, amúgy. Ott is van. Szétlaggolja magát a gyerek. Hol? Ezen az kis szigeten van egyenlőre, legalábbis én itt láttam. Most megy át a nagyra, úszik. Megy rád. Hol fog kijönni a stégnél? Látom. Igen, stégen van. De jó, hogy így mozogsz. Szép. Hallal. Amúgy főleg már csak kicsik vannak. Hát most még az ő lútjukat kell idehozni. Ja, nekik van lútjuk. Uh-huh. De csak akkor már hosszú nézni. Szerintem csak izéjük van. Flagjük, nem? Hát itt a flag, aha, hármasok lettek, mert megnyomkodták a lútunkat. Ja, a más nincs, viszont van itt egy mermaid, szóval szerintem még itt van egy. Kecske! 8 plusz, vagy 4 plusz 4 is 8. Fekete erdő, na azt szeretem, igen. Fekete erdő tortát. Hát, már mint amúgy ezt a régi retro fekete erdő tortát annyira nem. De egyébként szeretem a fekete erdő ízesítést mindenben. Ha ilyen modernül lenne megcsinálva, hogy ilyen krémes, nem ilyen szer... Nekem a fekete erdő meg hasonló ilyen retro tortákra, tudjátok, ilyen izé jut eszembe. Ilyen száraz. Száraz tészta. Itt van a gyerek, itt van, próbál felmászni a hajónkra. Amúgy baszki, eladták a treasure chestünket, vagy nem tudom ki adta el, én nem. Szerintem ők. És most nem tudjuk ezt sok kis szart eladni. Csak egyesével. Itt van a gyerek valahol. A hajónál. Aha. Hol van, látod? Nem. Nagyon hosszú lesz. Pedig biztosan nem ment el egyébként. Mert még mindig itt van a mermédje. És láttam őt úszni. Itt van, nálam. Ahmed! Látlak! Egy, van benne egy. De ez hogy nem kap? De nem, tőlem se kapott hitet, pedig ellöktem. Ó, közben kikapcsolódott. De! Nem. Beledobtam két kést! Igen, nagyon bugos ez a játék még mindig. Hopp. Na jó, én adom el tovább. Nem kapja a hitmarkert a bombából. Nekem se dobja be ma a hitmarkot. Mármint most tényleg nem találtam el egyszer sem, de amikor legelőször harcoltam vele, akkor háromszor eltaláltam és nem kaptam hitmarkot. Van egy 4-es gold hoarder flag. Igen, néztük azt, a Levi vett is egy bagyot. Megnéztük az összes. GG noobs. Mit mondott neked? Nem tudom, nem értettem. Ne egyél toxik Levike. De biztos, hogy ő is toxik volt. Ja? Milyen márk? Még azt mondja a bunkója, hogy leave a szalom. Nem volt Balu még, mert akkor kezdődött el ez a fight. És ez ilyen régóta tart. Valami csillagot. Hát franciák voltak, biztos.
Nem, rend a tus mellé, nem? Retron csinálom, de finoman? Ó. Mit csodát? Fekete erdő tarta, gondolom. Ja. Nekem tényleg csak az a bajom ezek a retro tartákkal, hogy az jut eszembe róla, hogy nagyon szárazak. Hogy nem ilyen krémesek, mint a mostani modernebb torták. Kíváncsi vagyok, mennyit ad ez a könyv. Adjál sok... Ó, oh, nem adott mint sokat. A Klau apukájának csináltam, az is az volt. Tényleg. Nyama volt. Csak ugye abban nem volt vanília krém, mert kérdeztem a Klaut, hogy csinálják ebbe le, mert az lenne az igazi fekete erdő, de mondta, hogy amúgy nem kell, jó ez így. Abban van vanília krém. A fekete erdő, aha, az csoki, vanília, meg megykrém. És mitől fekete erdő, hogyha megyes? Hát az egy ilyen a whiteberry. Csokoládé. Hát ugye a fekete erdő, mint fogalom, az ugye igen, az ilyen szeder, málna, szeder. Ilyen fekete ribizmény. Szeder, málna, szeder. Nem, csak gondolkoztam, hogy ugye inkább főleg a fekete ilyen bogyós cuccok, de a retro fekete erdőt, szóval tényleg csak megy van. Ami nem is egy erdőben termő ilyen. Ez lett a neve. Képzeljétek chat, hogy ma Minion talkot tartottam a csoportunkba. És meséltem a többieknek a Vörös Kereszt Minionról. Ti hallottatok már róla? Ez egy nagyon érdekes téma, csak azért hozom fel. Még undorítóan nézett ki ez a mutáns pénisz Minion. Írjátok be, hogy Vörös Kereszt Minion a Google-be. Tökről volt szó, nem a krumpli. Ja, az édes krumpliról, édes burgonyáról volt szó, és arra írták páron, hogy olyan íze van, mint a töknek, úgyhogy végül is igen, arról is szó volt. Gesztenye sült tökkel. Ja, így együtt árulták, árusok? Hol a lút? Sült tökkel gesztenye. Én ilyet még nem is láttam. 50-es, 60-as években így árulták együtt? Nem cseszem széjjel a Google keresőn. Mit tartott Barbika? Ja, nem lehet, hogy nagyon halk volt. A Minion tolkot. Tehát elment igen, minionozni. Igen, a minionokra. Mármint most a sütiről van szó. Igen. Az édességről, és elment a Barbie, vett párat a szamosban. Igen, mert pont tettem pénzt a kártyámra, és akkor ott voltam már pólusban, mondom, akkor itt mindig van ott egy, tehát, hogy ott van egy szamos, konkrétan az OTP mellett, és akkor mindig úgy nézem azokat a minyonokat, annyira jól néznek ki, úgy csillognak, szép fényesek, vagy minden. Mondom, basszus, veszek már, most már felidegesítem itt magamat, érted? Sosem vége lesz. Fogyott, bocsi. Vége a lútnak. És akkor, igen, oda mentem, és akkor választottam hármat, amúgy nagyon vicces, mert úgy, az egyik úgy nézett ki, mint a Hello Kitty, a másik úgy nézett ki, mint egy malacka, és a harmadik pedig csak egy sima puncsos minyom volt. Adjuk de le. Mindegyik annyira finom volt. És amúgy azt kérdezi a házi, hogy tényleg minyonok minyon van, és amúgy ez jó kérdés, ez egy missed opportunity, hogyha nem csináltak még. Ott a szamosban nem volt ilyen. Dehogy is nem volt. Minyon formájú. Hogyha Hello Kitty is van, akkor minyonos is lehetne. Ez poén lenne. Amúgy nagyon fura volt, képzétek az eladó. Így mondtam, hogy hát nem is, mert kérdezte, hogy miért adhatok, és akkor mondtam, hogy hú, hát nem is tudom. Szóval Hello Kitty, tudod milyen vagy vagy ki nem tudjátok, hogy melyik minyom milyen, mert esküszöm nektek volt, hogy 20 féle. És akkor így csinált, hogy dehogy nem tudom, hát nekünk muszáj. És aha. Akkor mondom, oksi, akkor elmondanád végre, vagy csak megbázol. Na mindegy, és akkor mondja nekem, hogy igen, az vaníliás. Mondom, jó, akkor kérek egyet. De amúgy nem is akartam volna vaníliás minyont, de így megilletődtem a gárgyitól. És akkor... aztán még kértem még kettőt, és akkor azokról már el sem mondta, hogy milyen, úgyhogy hát reménykedtem benne, hogy finomak lesznek. Kis flegmatikus királynő.
Na. Valamelyikőtök le tud menni ide a Reaper hideoutba? Vagy még nem vagyunk elég nagy szintűek? Nem, mert ahhoz izének kell lenni. Hoppá, récska, ezt nézzétek, mi történik itt? Ez nem tudom, mit jelent, de tetszik nekem. Mi? Hol Golem's vagy? Grave Outposton. Van egy kettes Reaper, és valami aténás ember megy rá. Az egy hourglass-es, azt hiszem. Ez egy hourglass match, szerintem. Nem? Vagy gondolod? Ez mi? Aha, szerintem igen. Vagy ez a jelez nem azt jelenti, hogy ő egy challenger? A challenger az ugye azt jelenti, hogy úgy hourglass ezzel, hogy bármilyen hajó jöhet rád, vagy valami ilyesmi. Ez érdekes. Valaki csak annyit írt be a csetre, Hali, tudok jönni? És ez az első csetelés. Jaj. Szia, Gyújci. Nem, ne arra, hogy... Én viszont muszáj lelépnem, mert már nincs agyam. És ja. Még dolgozni fogok egy 8 óra. Uff. Jól van, Levike, én is már szerintem csak annyit csinálok, hogy... Nézd meg a shopban. Mi nem játszunk tovább, Mari? Amúgy, ha van kedved, akkor játszhatunk. Egy kis sloopon, és akkor ilyen kis chilles dolgot csinálni valamit. Jó. Jó, akkor lépjünk ki. Oksi, csak... Meg akarom nézni, megkaptam az új hajat. Jó. A betöbbesztes hajat. Nagyon szép volt szerintem. Ja. Nagyon ügyesek voltunk, 600 ezret hárman. Igen, így hárman szerintem nagyon ügyesek vagyunk, még akkor is, hogyha nagyon kiakadok, mikor ránk jönnek, de ez szerintem sose fog változni. És valójában igen, chat, nekem nem való ez a játék, mégis játszom vele. Szerintem sok játékkal így vannak. Ja, azt hittem. Szerintem sok játékkal így van a Barbie. Oh. Nem tudom eldönteni, ez a haj tetszik-e. Na, Muti. Na jó, van, én lelépek. Köszi. Szia, Levike, nagyon szépen, köszi. Jó volt. Tök jó ez a dobókés, tetszik nekem. Az nekem is nagyon tetszik. Ja, kicsit, ez nagyon cuki. Finals-re emlékeztet, ahol nem találok el vele senkit, de... Igen. Szerintem nagyon cuki, Mari. Puszi, puszi, szia! Amúgy igen, így igen, de várjál, megmutatom, hogy mi az, ami nem tetszik. És leveszem a hajpántomat, és a hajpánt nélkül ilyen nagy a homlokon vele néz. Jézusom! Júj, egy kocka fej vagy! Igen, ezt hajpánttal kell felvenni, ezt a hajat. Vagy, igen, Isten. Igen. Na várjál. Ja, nézd meg, te is. Az egyenes részben van, nem? De, én még nem vettem meg. Most fogom majd megvenni. De a Levi nem a Levi, hanem a Roxy. Nem, a Barbie a Roxy. A Barbie új neve, azért köszöntek így neki. Mert a Barbie mondta az előző videó... Ez az? Úgy nézel ki! Úgy nézel ki, mint az ilyen régi... Hol volt a franciáknál, vagy a briteknél? Az a paróka! Na várjál, én is felhúzom a hajpantom. De vetve más színben lesz. De várja, hol lehet hajpántot venni, basszus? Champion Guardian az egyik. Nekem is ezt kellett volna kezdeni. Én Maria? Is vettem egy bagolyt. Amúgy cuki, csak ne ezzel a színe, mert még mindig olyan, mint egy ilyen paróka. Na jól van. A tüdők miért vetnek ilyen árnyékot? Már mint a melleink? Milyen árnyékot vetnek? Nem figyeltem. Amúgy... Jaj. Jaj, amúgy nagyon cuki vagy, csak ezt a ronsrát tüntesd már el magadról. Ez arany, te ilyen. Az aranykörzs, vedd le. Na várjál. Túl sok mindent kérsz már. Mert most ez félig cuki vagy, félig ilyen. Ó, oh, de... De vedd le! Ne! A rohadás. Kilépek. Na, azért, jó, mert átmegyünk ugye sloopra. Meg akarom venni a Battle Pass-t, és megnézni ezt az új curse-t. Ez az 12 órás stream. Mi azt is elértük. Én el? Gondolom, te is. Sok achievementet kaptam ma amúgy.